Újra nyithatnak a boltok és a szolgáltatók, amint a beoltottak száma eléri a 2,5 millió főt, jelentette be Gulyás Gergely pénteken. A miniszter azt is mondta, erre várhatóan húsvét után kerülhet sor. Ekkortól a boltok is este 9:30-ig lehetnek nyitva, és a kijárási tilalom is este 10 órára módosul majd. Az iskolák nyitásához pedig valamennyi regisztrált pedagógust és iskolai dolgozót be kell oltani. Őket már a jövő héten elkezdik behívni az oltópontokra, tájékoztatott az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ma is sokan intézték a bevásárlást napközben az egyik belvárosi élelmiszerüzletben. A pultnál is nagy volt a sor. Március 8-ától ez a bolt is este 7-ig lehet nyitva, ám ez hamarosan változhat. Változtatásra akkor van lehetőség, hogyha a beadott oltásszám tekintetében átlépjük a 2,5 milliós határt. Ezt pénteken jelentette be a miniszter, aki elmondta, erre várhatóan leghamarabb húsvét után kerülhet sor. A tervek szerint ekkortól a boltokban négyzetméter alapú nyitvatartásra állnának át. Ez azt jelenti, hogy 10 négyzetméteren csak egy vásárló tartózkodhatna, így a bevásárlás is lassabban megy majd. Emiatt a boltok este 9:30-ig nyitva lennének, a kijárási korlátozást pedig este 10-ig kitolnák. Alapvetően jó ötlet lehet, mivel pont ez lehet a probléma, legalábbis én ebben látom a problémát, hogy túl sűrűn vannak az emberek az üzletekben, és így nagyobb a fertőzés veszély, szóval én támogatom ezt az ötletet. A nyitvatartás módosításával szinte mindenki egyetért, ám a kijárási tilalom kitolása sokak életében nem hozna jelentős változást. Különbség nincs, hogy 8-kor vagy 10-kor éjszaka úgyse járunk ki, semmi sincs nyitva, hova mehetnénk, úgyhogy nem különösen fontos, hogy most 8-ig vagy 10-ig lehet kijárni végső soron. Az, hogy korlátozzák a területen lévő, a bolt területén lévő emberek létszámát, az nagyon helyes, mert hát most nagyon dübörög még a koronavírus. A mai bejelentés során elhangzott még, amennyiben a beoltottak száma eléri a 2,5 millió főt, valamennyi jelenleg zárva tartó üzlet és szolgáltató is újra kinyithatna, amennyiben a négyzetméterre vonatkozó szabályt be tudják tartani. Az iskolák esetében arra a megállapodásra jutottak, hogy az intézmények addig nem nyithatnak ki, amíg minden pedagógus és iskolai dolgozó, aki regisztrált az oltásra, meg nem kapja a vakcinát. Az EMMI tájékoztatása szerint az érintetteket már a jövő héten elkezdik behívni az oltópontokra. Az iskolák nyitása leghamarabb április 19-én történhet meg.